28. NB-s idényét fejezte be a Máté Szalkától hazai pályán elszenvedett 36-34-es vereséggel a Költség DS-e. Az örökös edző Hadobás István által irányított együttes a bajnokság előtt célként a mezőny első felébe kerülést tűzte ki, a szezon közben történtek azonban felülírták az elképzeléseket. Az edző sérülések miatt sorra veszítette a kulcsembereit, így bár a kiesés réme egyszer sem fenyegette a csapatot, végül 6 győzelemmel és 12 vereséggel a 7. helyen zárta a bajnokságot a Költség DS-e. Olyan embereink sérültek meg a kezdőcsapatból 5-en, amit én azt gondolom, hogy nálunk erősebb csapat sem tudta volna minőség eredmény romlása nélkül átvészelni. Elég, ha csak arra utalok, hogy Gyimesi Lola hátsó kereszt szallag szakadása miatt nem tudott játszani, Márkus Gizit kezével műtötték, egyetlen másodpercet nem tudott játszani, Tilki Andi egészségügyi problémák miatt nem állt rendelkezésre, Katona Krisztinek fájt a keze, a dereka, Kelemen Grétának a dereka, a végén Tóth Gréta, aki 16 évesen a felnőtt csapat irányítója lett, térficamot szenvedett, és hát sorolhatnám még tovább, tehát ezek mind-mind olyan meghatározó emberek, akik nélkül nem igazán Költsei a Költsei, de én azt gondolom, hogy reális az eredmény egyrészt, másrészt pedig, ha hozzáveszünk ehhez az ifi második helyünket, és azt, hogy végig harcban álltunk az aranyéremért is, én azt gondolom, hogy ez teljesen reális ez az eredmény. A szakember szerint a 10 csapatos északkeleti csoport mezőnye az elejét és a végét leszámítva kiegyenlített volt az elmúlt szezonban. Most volt, azt gondolom, egy nagyon kiemelkedő csapat, a Füzesabony, akik végül is utcahosszal nyerték a bajnokságot. Volt egy nagyon gyenge csapat, a Alsó-Zsolcai Szepa. A többiek viszont oda-vissza bárki bárkit megverhetett volna. Nekünk is voltak meglepően szoros mérkőzéseink, például a Füzesabony elleni két meccsünkre utalok, Böszörmény elleni meccsünkre, Debrecenben nagyon jól játszottunk. És nem akarom még tovább sorolni, vagy a Vitkát említsük meg, a megyei rangadón kicsi hiányzott hozzá, hogy a végjátékban nem tudtuk idegenbe megverni őket. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon erős mezőny volt, reális a helyezésünk. A Költség ifjúsági csapata a második helyet szerezte meg a bajnokságban. Hadobás István június végéig tart edzés tanítványainak, majd azt követően megy pihenőre a Költség DS-e.